Történelmi apróságok A legismertebb zendülések A zendülések leggyakrabban a hajókon alakultak ki, ott, ahol a kapitány volt, az élethalálra. Ez aztán nem mindenkinek tetszett, így a matrózók, sőt, olykor a tisztek is fellázadtak a kapitány parancsai ellen. Ilyen zendülések még a modern korban is előfordultak. Nézzünk néhányat! a Véger. A Fregat egy hat hajóból álló flotta tagja volt, amelyek egy földkörű útra indultak, miközben spanyol érdekeltségeket támadtak meg. Ekkor tájt még nem volt elég pontos a navigáció, így nehéz dolguk volt, főként viharos időben. A honfok megkerülése után a flottában ezer ember szenvedes korbutban, a vége 120 matrózából csak 12 fő volt hadra hadrafogható. A hajó egy viharban elszakadt a többiektől, majd csére partjainál hajótörés szenvedett. Összesen 45-en vesztek oda. A többieknek nagy nehézségek árán sikerült partra vergődniük, de kevés volt az érelem, és nagyon sokan voltak betegek. A legénység David csipkapitányt kapitányt fárolta, és végül október 9-én fellázadt a kapitány ellen, akit bezártak egy konyhóba, megkötözve a lázadók többsége egy közben elkészült csónakkal Brazíliába hajózott, de útközben rengetegen meghaltak. A kapitány is vele maradtak közül, négyen azonban visszajutottak Angliába, ahol a kapitányt előléptették, de a körülmények miatt a lázadók ellen indult eljárás. A négy hazajelkezett között ott volt John Byron, Lord Byron költő nagyapja is. A Bounty. Minden idők talán leghíresebb tengerészeti zendülése történt 1789-ben egy brit hadihajón, amelynek parancsnoka William Blight volt. A bounty matrózai nem akarták elhagyni Tahitit, és az ottani, gyönyörű, majdnem mesztelen nőket, így az elindulás után három héttel fogságba ejtették a kapitányt és az ő támogatókat. Végül 19 embert raktak ki egy 7 méter hosszú csónakba, néhány eszközzel, némi érelemmel. A csónak utasai 47 nap alatt több mint 4000 mérföldet tettek meg, és Indonéziában értek partot. A lázadók e közben visszatértek Tahitire, majd sokan ha Pitkenszigeten szigeten próbáltak elrejtőzni. A Tahiti maradtak közül később többet felakasztottak az angol hatóságok. A Jason. A hajó egy holland ötörosztályú fregat volt, 230 főnyi legénységgel. 1796. februárjában a legénység tagjai között zendülést tört ki, a törhetetlen munkakörülmények miatt. A hajó kapitányát bevöltönözték a lázadók, vagy a skóciai Krínokba hajóztak. Ott egy brit kapitány vette át az irányítást, miután a legénység megadta magát. A legénység önként jelenkezett a brit haditengerészetbe, így a britek véglegesen is birtokba vették a hajót, amelyet proszelit névre kereszteltek át. Öt évig hajózott brit zászló alatt, aztán Zátonyra futott, a Karib tengeren. A SOMES Egy két árbócos hadihajó volt az Egyesült Államok haditengerészetéből amely a libériai Monróviából hajózott a Karibi Virgin szigetek felé. Egy novemberi este a kapitányt arról értesítette a Stuart, hogy az egyik hadnagy, a harügyminiszter fia, lázadás szervez ellene. A kapitány ezt nem igazán vette komolyan, aztán hamarosan kiderült, hogy a hír igaz. A hadnagyot vasra verték, és a szobájában egy listát találtak a lázadásban részvevőkről. Miközben mások is vasra kerültek, a fedélzeten több érdekes esemény is történt. A kapitány nem akarta megvárni, amíg a kikötőig elérnek, amely még 13 nap lett volna, így a parancsnok a rend fenntartása érdekében a, a három vasrovert vezetőt felakasztatta és a tengerbe temette. Közöttük volt a fia is. Ha újabb videókat szeretnél, kérem iratkozz fel.